Szerencsi több célú kistérségi társulás ülésén a 2012-től folytatódó gyermekesé elnevezésű program keretében elért eredményeket ismertették, amely az EFOP 1-4-2 út a jövőben elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. Leginkább szerencsés járásában történtek ezek az eredmények, de Újcsanálos és Sósrófalva is részese volt a programnak, amelyek elsősorban a gyermekeknek és családjaiknak szóltak. Többek között egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúsági programok voltak. A pályázat sikerességét Árvai László, a projekt koordinátora ismertette. 2007-ben a Magyarországgyűlés elfogadott egy nemzeti stratégiát, amely 25 évre szóló stratégiaként a gyermekek esélyeinek növelését tűzte ki célul. Gyakorlatilag ennek keretében elindultak az Európai Uniós forrásból a gyerekesély programok. Először 5, majd 6, végül 2012-ben 13 kistérség bevonásával. 2012-ben a kiírásnak megfelelően mi pályáztunk, és első gyerekesély programként valósítottunk meg egy olyan programot, amely az alapokat fektette le a kistérségben. Ennek folytatásaként 2016-ban a második gyerekesély programra is pályáztunk, és gyakorlatilag valósítottunk meg új programokat a kistérségben, amelynek a zárása 2022. december 31-ével történik. Maga a program integrált programként jelenik meg, tehát több terület együttműködésével valósul meg, így szociális, ifjúsági, oktatás, egészségügy területén, illetve foglalkoztatás területén zajlottak tevékenységek, és így egybe foglalva valósult meg gyakorlatilag a program. A programban, az első gyerekesély programban még kistérségként zajlott, ugye ott 18 település tartozik a Szerencsi kistérséghez. Ugyanígy a második gyerekesély programban, de itt most már a Szerencsi járás volt megcélozva, így a járáshoz tartozó 16 település, valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken zajlottak a tevékenységek. Én azt gondolom, minden egyes pályázat fontos abból a szempontból, hogy plusz forrásokat tud biztosítani a térségben, és ebből a térségből olyan tevékenységek valósulhatnak meg, amelyek a gyerekek esélyeinek növelését célozza meg. Ehhez a programhoz kapcsolódik a Szerencsi Közösségi Ház is, hiszen sok tevékenység és rendezvény helyszíne volt. Az épület felújítását viszont egy másik nyertes pályázatnak köszönhetik.